Dél-amerikai tapírbébi látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A kis csíkos apróság a park legújabb állatbemutatójának, az Andok világának első újszülöttje. Az anyaállat és kicsinye az Andokházban egy számukra kialakított babamama boxban tölti mindennapjait. A kis dél-amerikai tapírborjú 13 hónapnyi vemhesség után jött a napvilágra. Míg az ivar élet állatok barna színnel rendelkeznek, a pici szőrzetét csíkok és foltok tarkítják. Ez nem véletlen, hiszen a természetben ez a rejtőzködés szolgálja. Ez a színváltozat, ez meg fog szűnni 6-8 hónapos korban, és ugyanolyan színű lesz ez a kicsi is, mint anyja és apja. Nagyon meglepő, hogy a többi újszülöttel ellentétben ez a kicsi már 1-2 naposan elkezdte kóstolgatni a szilárd takarmányt is, elkezdte enni a salátát és rukkolát, azóta azonban már még jobban fogyasztja a szilárd takarmányt, anyjával együtt csámcsog a szemes takarmány mellett a répán és az almán is. A tapírok a legősibb emlősök közé tartoznak, amelyek az elmúlt 35 millió évben nem sokat változtak. Egy régi legenda szerint Isten ezt a jellegzetes, furcsa kinézetű állatot azokból a darabokból rakta össze, ami a többi élőlény teremtése után megmaradt. Bár a Föld 4 tapírfaja közül a dél-amerikai tapír állománya a legstabilabb, élőhelyének pusztulása és az erdők irtása mellett az illegális vadászat veszélyezteti, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a sérülékeny kategóriába sorolta. A Nyíregyházi Állatparkba 2013-ban érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy nőstény tapír a már régebb óta a parkban élő hímállathoz. Nászuk gyümölcsét a vendégek tavasztól láthatják.